Kanadában az elmúlt hetekben óriási tüntetések kezdődtek a kötelező oltások ellen, és ezek a tüntetések Európába is elkezdtek begyűrűzni. Franciaországban egy szimpátia demonstrációt tartottak volna az ottani kötelező oltást ellenző nacionalisták és francia emberek, ám ezt a hatalom Emmanuel Macron betiltotta. Emmanuel Macronról tudni kell azt, hogy az Európai Parlamentben az ALDE nevű liberális pártcsoportnak a tagja, akik ugye bőszen kiállnak a szólásszabadság és a demokrácia védelmében, ám amikor ezt gyakorlatban kéne megvalósítani, akkor valahogy nem így gondolkodnak és másként cselekednek. A Mi Hazánk mozgalom a kezdetektől fogva következetesen ellenzi az oltások kötelező vétételét, valamint feloldanánk minden értelmetlen korlátozást. Ha neked is eleged van a kormány értelmetlen járványkezeléséből, akkor szavazz a Mi Hazánk mozgalomra április 3-án.